A Zólyomban rendezett Tánc nyelvén nevű koreográfus verseny országos döntőjében kiemelkedő sikerrel szerepeltek a felvidéki magyar néptánc együttesek. A megmérettetés célja, hogy teret adjon a nem hivatásos csoportok bemutatkozására és művészi színvonaluk megmérettetésére. A döntőben 4 felvidéki magyar csoport is a legjobbak közé került. A Kárpát-medence szerte jól ismert Pósva zenekar a Dunaszerdahelyi Csalóközi Néptánc Együttest kíséri a megmérettetésen. Izgultunk, készültünk, szerettünk volna eljutni egész idáig, és nagyon örülünk, hogy sikerült, és annak meg különösképpen, hogy tényleg 4 magyar együttes képviselteti magát itt az ország legjobbjai között. Akkor lehetek szívesek, most felmegyünk a nézőző mög, és kipróbáljuk Tomival, meg Zolival a Bodroközit, oké? A nagyidai ilosvai Sejmes Péter néptánc együttes az Engem visznek című táncszínházi produkciót mutatta be a döntőben. A felvidéki magyar együttesek abszolút belekapcsolódnak, és szerves része a szlovákiai szlovák együtteseknek, mert a szlovák együttesek is sokszor jönnek hozzánk ilyen tapasztalatcserére, illetve konzultációkra, akárcsak mi itt Kassa megyébe sok módszertani órákat, illetve napokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni. És én azt hiszem, hogy pont emiatt is a Kassa megyéből 2 magyar együttes egyenes ágon jutott be ide az országos döntőbe, a Borostyán, illetve az Ilosvai. Igen, itt van a helye a magyar együtteseknek, sőt, nagyon itt van a helye a magyar együtteseknek, mert anélkül, hogy leértékelném a szlovák együtteseket, a magyar együttesek színvonala legalább annyira olyan mércére lehet tenni, mint a szlovákokét, de megmenném kockáztatni, hogy akár feljebb is van az a léc, az a bizonyos léc. A Rozsnyói Borostyán és a Dunaszerdahelyi Csalóközi Néptánc Együttes autentikus néptánccal érkezett a döntőre, míg a nagyidai ilosvai és a somorjai Csalló Néptánc Együttesek szerkesztett műsorral készültek. Mi megpróbáltuk a műsorunkkal, amelynek az a címe, hogy Többek. Laboda Róberttől kölcsönöztünk egy idézetet a Félvidéki Séma című verséből, ahol ez van, hogy többen már nem leszünk, de többek még lehetünk. És mi ezt szeretnénk a műsorunkkal bemutatni, hogy hogyan lettünk, hogy alakult az életünk ez alatt a 100 év alatt, mióta felvidéki magyarok vagyunk, hogy fogytunk, milyen hatások értek bennünket, ami miatt egyre kevesebben és kevesebben vagyunk, és hogy mi az, amitől mi többek lehetünk, és ez a kultúránk. A megmérettetés abszolút győztese a pozsonyi Kumst tánccsoport lett. A Nagyszombat megyei Csalló és a Kassa megyei Ilosvai aranysávos minősítésben, az ugyancsak Nagyszombat megyei Csalóközi, illetve a szintén Kassa megyei Borostyán pedig ezüstsávos minősítésben részesültek. Én azt gondolom, hogy itt nincsen már szó egy valljuk be, akár egy ilyen trianoni gondolkodásról, itt egy teljes mértékig tisztességes szlovák-magyar viszony van, amire nagyon jó rálátni, és jó ebben kvázi megfürödni, és örülök, hogy itt lehetek. Pri hodnotení porota v širšom zložení porotcov hodnotila viaceré aspekty, ktoré... A zsűri az értékelése során tágabb értelemben értékelt magát a színpadon bemutatott koreográfiát, a táncelemzést, de a zenei interpretációt is egyben szélesebb összetételében értékelte. Mindezek együttvéve megteremtik és segítik az előadás egészét, és a nézőben is kellemes benyomást keltenek. Ilyenek például a ruhák, a megfelelő viselet.
Természetesen a koreográfia, a rendezői munka, valamint a dramaturgiai felépítés is fontos szempont volt az elbírálásnál, mondta a zsűri elnöke. Szlovákiában mintegy 180 nem hivatásos néptánccsoport működik, amelyből idén 33 jelentkezett a 8 kerületi megmérettetésre, és a legjobb eredményt elért 14 csoport került be a döntőbe.